Sportszintetre viszem át ennek a politikai tervnek az egyes részleteit. Az egyesületként működő művésztelep immár 46. alkalommal nyitotta meg kapuit. Idén grafikai, szobrász és festőműhely várta az alkotókat. A 3 héten át tartó tábor résztvevői aktmodelleket és a város különböző pontjait örökítették meg. Részt elszakad az otthoni gondoktól, mert otthon mindenkinek van gondja, másféle is összetettebb az élet. Itt pedig inkább egyféleképpen zajlik. Tehát a fő cél az, hogy alkossunk, és különösebb más probléma ne foglalkoztassunk. Egy jellemző gyulai motívumról készített részkarcot Besenyei Bence, aki a hétköznapokban rajzot tanít egy gimnáziumban. Mesterek és tanítványok együtt alkottak az Erkel Ferenc gimnázium termeiben. Egy kuriózum a többi művésztelephez képest, hogy itt van modellre való dolgozásra lehetőség, modellről való festéshez, rajzoláshoz, és ez manapság talán már annyira nem divat, a mai trendi, különböző modern trendek közepette, hogy egy ilyen tradicionális dolgokkal foglalkozzon az ember. A törzsgárda tagjai egytől egyig művészetet tanítanak valamilyen formában. A 30 művészt összetartó erő a hasonló szellemi alkotói munka. Most így egy pár éve elsősorban a realizmussal kapcsolatos elmélkedések érdekelnek minket, hiszen ez a mi hagyományunk, ez örökségünk, a realizmus, amit szeretnénk tovább folytatni. A természetelvű megközelítése ennek a teremtett világnak. Azt hiszem, egyedülállóak is vagyunk az országban abban a dologban, hogy nem fényképről festünk, nem emlékezetből, hanem kimenni a szabadba, vagy tehát a helyszínen a látványnak a benyomásai azok, amik döntően hatnak a műalkotásokra, a megszületett műalkotásokra. A fürdővárosba az ország különböző részeiről és Székelyföldről meghívással érkeztek a tagok. Az alkotásokat a pénteken megnyitott kiállításon szemlélhetik meg az érdeklődők a Kohán képtárban.